Bátori Gergő emléktornát rendeztek a Miklósfai futballpályán szombat délután. Gergő, a Miklósfai Labdarúgó Egyesület fiatal kapusa, 5 éve hunyt el. Gergő, vagy ahogy legtöbben hívták, Geri, barátai szerint nagyon jól védett, az élete volt a futball. A fiatal kapus 25 évesen hunyt el. Egykori csapattársai, ismerősei kétszer 30 perces meccset játszottak az emléktornán. Úgy gondolom, hogy barátok voltunk a Gergővel, egy nagyon jó kapus, meg egy nagyon jó ember volt. Hát igazából mindenkit nagyon rosszul érintett, hogy hirtelen eltávozott hosszú betegség után, és most nem könnyű így pályára lépni, mert nagyon szerette mindenki, de megtiszteltetés is egyben, hogy játszhatunk most érte. Ez egy olyan nap, amikor megemlékezünk rólad, barátról, gyermekről, testvérről, és egy futballmérkőzésen mutatjuk tiszteletünk feléd. Bátori Eszter rendezte az emlékkupát. Bátyja tiszteletére a kapuba is beállt egy kis időre a meccs alatt. Kicsit nehézkes volt egyébként, hogy összehozzuk, ugye, mert hát mint ugye ma van az EB, így nehéz egy kicsit, viszont három csapatot próbáltunk összehozni, a Miklósfa, Pogány Szent Péter és Belezna. Reméljük ez így haladni is fog a rendes kerékvágásban. Aztán akkor egy kis bográcsozást terveztünk majd a meccs végére, valamint lesz torta a régi csapattal, és az illetve a mostani csapat csapatképével. A baráti mérkőzésen végül Miklósfa és Pogány Szent Péter játszott. A végeredmény 8-2 lett Miklósfa javára, a torna végére pedig a gulyás is elkészült.